Köszöntöm újólag a Ajka TV sakbarát, sakszerető nézőit, Gáth Zsolka, magyar női bajnokkal együtt. Szeretnénk megint egy érdekes játszmát bemutatni. Ez a játszma hasonlóképpen, mint az előzőek is, a történelmi időbe nyúlik vissza, több mint 100 éves játszma. Egy mexikói lövöldözés néven mutat be a sakirodalomba. Egy mexikói ember volt, aki játszott a sötéttel, és nagyon-nagyon különleges, vezéráldozatos mat lesz a vége. Világos, egy Adams nevezetű angol nagymester játszott. Nézzük a játszmát. Világos E4-et nyitott, E2, E4, sötét E5-tel válaszolt, huszár F3, és D6-tal védte meg a sötét a E5-ön álló gyalogját. Hasonlóképpen egy Philidor védelem volt, mint az előző játszmák. Ebben az esetben világos D2, D4-el folytatta, ugye nyilván fenyegetjük, ugye leütni az E5 gyalogot. Ugye az előző játszmában, amit néztünk, az eleje hasonlóképpen zajlott, és ott a sötét futó G4-el folytatta, de ebben a játszmában a sötét lecserélte a centrumgyalogot, E5 üti a D4-et. Mit gondolsz, Zsoka, ez jobb folytatása, csele, vagy inkább a futó G4 lenne a szimpatikus? Nekem ez az E5-i D4, ez jobban tetszik itt. Nem tartani a feszültséget az E5 mezőn, ami igazából gyengeség, és nem adni ki a futópárt. Igen, nem tudom, lehetne ütni a huszárral és a D4 gyalogot, de ebben a játszmában az angol nagymester vezérüti D4-jel folytatta. Egy eléggé korán játékba hozta a vezérét, ugye a centrumban, következett is huszár C6. Ugye mivel fenyeget a huszár C6? Gyalog a vezér, tempóra fejlődünk ki. Tempóra fejlődik, igen. Ugye ilyen lépéseket érdemes mindig megfigyelni, hogyha tempóval tudunk támadni. Tehát egy könnyű tisztel támadjuk a vezért, akkor az általában jó választás szokott lenni. Világos úgy gondolta, hogy a vezérét D4-en megtartja a centrum, vezér futó B5-tel folytatta. Ugye láthatóan nem szabad leütni a huszárral a vezért, mert szabálytalan, futó D7 jött, futó üti a C6-ot, és futó üti a C6-ot. Világos fejlődik huszár C3-mal, sötét fejlődik huszár F6-tal, és világos rövid sáncot választotta. Következett futó elemér 7, sötét oldaláról, és huszár D5-tel folytatta a világos. Hát azt gondolom, hogy állásértékelés szempontjából azt lehet mondani, hogy nagyjából egyelőre állunk, mindkét játékos kihozta a figurákat, igyekszik közép felé fejlődve elsáncolni és a figurákat mozgósítani. De mit gondolsz, Zsolka, ez egyenlő körül van, vagy inkább valamelyik oldalról szívesebben játszanál? Igen, azért ez egy nagyon érdekes állás, ugye világosnak térelőnye van, ez a sötétnek meg ugye futópárja, tehát dinamikai egyensúly van, hogy úgy mondjuk. És körülbelül legalább szerintem azért én inkább világossal lennék, azért ez a térelőny, ez elég jól néz ki. Igen. Huszár D5-re úgy döntött a sötét, hogy ezt a kellemetlenkedő D5 huszárt ezt lecseréli, és futóval ütötte vissza, futó üti D5, gyalog üti D5, volt a partiből, és a sötét elsáncolt rövidre. Világos hasonlóképpen fejlődik, futó Géza 5-öt lépett a sötét, ugye hozzák ki a figurákat, és a sötét C7-C6-tal folytatta, arra gondolván, hogy ezt a D5 gyalog ékert próbálja lecserélni, vagy kigyengíteni. Világos C2-C4-el folytatta, és úgy gondolta, hogy ezt a gyalogot meg tartja a centrumba, következett C üti D5, és bástya elemér 8-at lépett a sötét. Ez azt gondolom logikus, ugye Zsolka, ez a bástya E8? Igen, ez a bástya E8, ez logikus, ugye ez is egy fejlődő lépés, plusz hosszú távon, igaz még nem most, de hosszú távon helyet készít a futónak F8-on.
Úgyhogy ez egy nagyon logikus ugye van lépés egy volt. Nyílt vonal ugye az E-vonalon, és ugye az fontos megfigyelni, hogy a bástyáknak ugye a nyílt vonalon van a helye. Ugye ebben az esetben ugye az E-vonal és a C-vonal nyitott, tehát ezeket a vonalakat próbálják ugye mindkét játékos a bástyáival elfoglalni. Bástya E8, világos bástya E fölé egyet lépett, hasonlóképpen gondolkodván, következett aladár 5-öt lépett a sötét, és bástya E2-t lépett a világos. Világos próbál duplázni az E-vonalon, E7 futóra nyomást tesz, ugyanúgy a kötésre is. Ugye az E7 futó azért nem könnyen mozog el, hiszen az F6 ló könnyebben lesz támadható, és dupla gyalogot viszont nem szeretne létrehozni. Úgyhogy ez egy nagyon jó lépés. A bástya E2 logikus volt, gondolkodhat ugye a bástya duplázáson az E-vonalon a világos, esetleg egy C-vonali duplázáson, tehát több irányú gondolata is lehetett, és hát itt egy olyan bástya C8-at lépett meg a sötét, ami nem tűnik hibának. Bástya C8 nem tűnik hibának, mert ő is azt a másik nyílt vonalat, amit beszéltünk, a C-vonalat elfoglalja, első körben nem tűnik nagy hibának. Következett bástya arról egy, ugye dupláz, a világos, ugye ebben az esetben már ugye figyelni kell a futó üti F6-okra, és meg ugye kötésbe került az E7 futó, tehát most már világosnak azt gondolom, egy picit jobb állása van. Mit gondolsz, Zsóka? Bástya arról egy után? Igen, most már sötéttel nagyon kell figyelni, hiszen már nem csak térhátránya van sötétnek, hanem már nagyon nehezen is mozognak a figurái, és ez a kötés, ez meg kifejezetten kellemetlen. Ugye most ugye fenyeget az, hogyha most a világos még egyet léphetne, akkor mit lépne a világos sajzsokkal? Igen, itt ugye futó üti F6, az fenyegetnek futóval. Nézzük, futó üti F6, és hogyha a futóval üti vissza, akkor a bástya ugye sakra érkezem stokkal. Igen. Ugye? Hiába lóg a vezér, ugye sakkal. Igen, sötétnek is van egy viszontámadás, de ugye sakkot adunk. Hát ha nem ütöd le, akkor ez egy nagy hátrány, ha leütöd, akkor sakra üti hasonlóképpen a bástya, ugye a bástya üti, bástya visszaüti, hát arra akkor kell figyelni, hogy sok vezérrel elmegy, és egy nagy előny, egy nagy anyagi előny a világosnak vezérje van a bástyával szemben, így van. Hát ez miatt a bástya, a bástya duplázás az E1-en, az már nagyon veszélyesnek látszott, de azt gondolta magába a sötét, hogy nincsen nagy baj, mert lépett egy vezér D7-et. A sötét, így van, vezér D7-tel ugye összekötötte a bástyákat, és abba gondolkodott, hogy futó üti F6 volt a lépés, futó üti F6, és a sötét szép nyugodtan visszatötte a futót F6-ra, abba gondolkodván, hogy nagy baj nincsen, a bástya kettő bástya összevéni egymást, hogyha a bástya üti E8-ra vissza tudja ütni a bástyával, és igazából úgy tűnik, hogy nincsen nagy baj. Na most ez miatt, az állás miatt érdemes megnéznünk ezt a játszmát, mert eddig nagyon sok minden nem történt a játékban, ugye cserégettük a tiszteket, első körben úgy tűnhet, mintha nagyjából egyenlően állnánk, de ebben a pillanatban van világosnak egy nagyon-nagyon szép lépése, ami után egy olyan változat jön ki, amiben a világos vagy alapsori mattot tud adni, vagy pedig döntő anyagi előnyt szerez. Esetleg a kedves nézők, hogyha ki tudnák találni, hogy mit lépett itt az Adams mester világossal. Igen, itt egy nagyon szép lépést következett, elterelésnek hívjuk. Ugye, mint látjuk, az E8 bástyára nagy nyomás helyeződik, tehát azt kéne világosan kihasználni, hogy a vezér G4 jött. Igen, igen. Igen, aki a kedves nézők közül kitalálta, az nagyon-nagyon ügyes volt, de ezért G4-et lépett itt az Adams, és ugye kiderül, hogy a sötétnek látszólag tartható állása az kezd egy kicsikét bizonytalanná válni. Ugye az könnyű belátni, hogy a feláldozott vezér G4-et, az nem szabad leütni, mert hogyha vezér üti G4, és akkor itt van az alapsori mat, ugye bástya E8, bástya üti E8, és bástya üti E8 egy alapsori mat a vége. Ugye, egy szép elterelés, ahogy a Zsóka mondta,
eltereltük azt a vezérdéjétről, és az alapsolimat igazából innen védhető. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb példa az alapsori mat példájára, motivumára. Érdemes továbbra is nézni, hogy a világos vezérnek milyen kombinációs lehetőségei vannak. A sötét látta azt, hogy itt baj van, de ugye azt is lehet látni, hogy fenyegeti a világos leütni a vezért, ugye D7-en, tehát más nem nagyon volt, és ugye a sötét vezérnek úgy kell elmenni, hogy visszavédje az E8-on álló bástyáját, tehát vezért B5-öt lépett a vezért B5-öt lépett a sötét, és gondolta, hogy igazából még nincsen nagy baj. És most egy újabb egy nagyon erős lépése van a világosnak, vezér C4. Ez is gyönyörű. Ez még talán szebb, mint a vezér G4, hiszen most már két figura is ütheti a vezérünket. Igen, ugye a vezér C4 ugyanaz a mese róla nyilvánvalóan, hogy elterelés. Ugye, hogyha a sötét vezér leütni a világos vezér C4-en, akkor hasonlóképpen bástya üti E8 után kettő lépéses mattot kapna, és nyilván ha bástya üti a C4-et, akkor hasonlóképpen mattot kap. Ugye bástya üti E8, vezér üti E8 és bástya üti E8-on. Azt mutassuk meg, így van, ugye hasonlóképpen ugye a vezér még visszaütheti, de hasonlóképpen ugye mattot kap, ugye az alapsori mattról beszélgetünk ezekben a példákban. Jó, de hát ugye a másik oldalról pedig a vezér C4 nem csak azért lépte meg, hogy lépjen egy különlegeset, hanem ugye lóg a vezér. Igen. Ugye, tehát nem csak csapda volt benne, hogyha leütik a vezéremet, akkor majd beadom a mattot, hanem egy nagyon kellemetlen fenyegetés volt, mert fenyegetek leütni a vezérét. Úgyhogy a sötét visszatette a vezérét D7-re, ugye más nem nagyon volt, mert fenyegetek leütni, most egy újabb ilyen pörőszerű erős lépése van a világosnak, itt a zsóka már mosolyog, olyan szép a lépés is, vezér C7. Hát ugye ezek a vezér áldozatú kínálások miatt nevezték el ezt a kombinációt, ezt a játszmát igazából mexikai lövöldözésnek, mert valóban a sötét vezér áldozatai azok valóban olyanok, mint hogyha egy igazi lövöldözés lenne, olyan erősek, ugye? Igen. Most ugye megint lehet látni, hogy vezér C7-et szabad leütni. Hát igen, akkor is nyomat lesz. Hát megint. Ugye ugyanazok a motivumok vannak, megint, és akkor bástya üti, és akkor végén ugye mattot adunk, és nyilvánvaló, hogy a vezér C7, szentelen vezért úgymond, nyilván bástyával sem lehet leütni. Igen, tehát ugyanúgy. Ugye hasonlóképpen ugye bástya üti E8, és vezér üti E8, és bástya E8-szal mattot adunk, alapsori mattot adunk. Igen. Hát, hogyha ilyen szép kombinációkat a kedves nézők felfedeznek, akkor nagyon büszkék lehetnek magukra, meg akkor talán ezeknek a sakkos tanulmányoknak is volt értelme, hogy ezeket megfigyeljük. Jó? Hát nyilván a sötét azt gondolta magába, hát jó, rendben van, akkor visszamegyek a vezérrel. Visszament a vezérrel B5-re, így van. Visszament a vezérrel B5-re. És gondolta, hogy még mindig nincsen nagy baj, a vezért elmenekítettem a támadás elől, ugye most a bástya üti E8-ok nem fenyegetnek, mert a vezér B5-től ugye visszavédi a pontot. Itt van egy érdekes dolog, ebben a pillanatban a világos beleesetett volna egy csapdába, igen. De beleesetett volna egy csapdába, de most úgy tűnik, hogy a vezért B7 lépés az nagyon jónak tűnik a világos oldaláról, mert eltereljük hasonlóképpen a vezért az átlóról, de most van egy meglepő lépés. Igen, ez egy nagyon logikus folytatás lenne, hogy most elvettük a D7 mezőt is a sötét vezértől, de fennáll ez a... Igen, igen, bástya E2-től kiderült, hogy megfordult a kocka. Igen, és most is ugye nem E2-re jut a bástya, hiszen akkor lógna a C8 bástya. Nem bástya. A sakkot. És most ugye közbehúz világos, akkor ő kap a lapsori mattot. Igen, kiderült, hogy a végén, ugye, a ütések után a sötét győzedelmeskedik, mert a világosnak hasonlóképpen alapsori problémája volt. Csak ugye eddig nem volt ő neki erre lehetősége ezt megcsinálni. Tehát ugye az a tanulság belőle, hogy
utolsó pillanatig figyelni kell ezekben a sakkjátszmákban, ezekben a jeles helyzetekben, mert gyakran előfordul, hogy azt gondoljuk, hogy már könnyű a győzelmünk a vezérlőti B7 után, de kiderült, hogy nem, mert a sötétnek is vannak visszatámadásai. Itt egy nagyon szép lépést lépett a világos, és ezzel azt gondolom, hogy a játszmához méltóan tudta befejezni a játékot. Aladár 4-et lépett a világos. Ugye látható, hogy fenyegetjük leütni a vezért. Igen. Fenyegetjük leütni a vezért, hát a vezérnek nyilván el kell menni, és nyilvánvalóan le kell ütni ott a gyalogot, mert másképpen nem tud az A4, E8 átlón maradni, hogy visszavédje az alapsori mattot. Következő vezérüti A4, és most megint egy zseniális lépése van a világosnak. Igen, itt ugye számításba jönne B3, de nem megyünk bele túl akkor sokra, mert visszamegy a vezér, és ugyanezek a motivumok vezérütektővel fennállnak. Így van, így van, így van. Hát, ami még lépésjelölt lenne, az ugye a bástyán így, hogy megtámadjuk a vezért. Igen, igen, igen. Mert nyilvánvalóan világosnak is folyamatosan támadni kell, mert hogyha egy tempót elveszít, és nem folytatja elég erőszakosan, agresszíven a támadást, akkor a sötét az alapsort vissza tudja védeni, és bástya elemér 4-et lépett, így van a világos. Most ugye megint szépen lehet látni, hogy az ütések megint nem működnek, ugye? Hogyha bástya üti az E4-et, az hogy folytatná sokkal? Ugye vezérüti C8, igen, és vezér E8-ra, leüti, és akkor, ahogy szoktuk mondani, végén csattanik az ostor, és a végén mégiscsak be tudtuk adni az alapsori mattot, így van. Ennek az A4 lépésnek, hogyha megfigyeljük, ami korábban volt A2 A4-nek, éppen az volt az értelme, hogy amikor a sötét leütötte ugye A4, vezérüti A4, és ez volt az értelme, ez a bástya E4. Igen. Ez volt az értelme, a bástya E4. Ugye az is nyilván látszik, hogyha az E4-et vezérütjük, az nyilván nem működik, akkor bástyával visszaütletem, így van, és ugye a C7 vezért megint nem ütheti a sötét, mert bástya E8 mat lenne. Mindig a másikat ütjük, így van. És hogyha a bástya üti az E4-et, akkor nyilván vezér üti a C8-at, és akkor hasonlóképpen alapsori mat van. És akkor már lassan véget ért ennek a szép játszmának a kombinációs része. Bástya E4-re ugye láthatóan fenyegettük leütni a sötét vezér A4-en, sötét lépett egy vezér B5-öt, ugye? Megint úgy kellett neki ellépni, hogy az E8 bástyáját visszavédje. Ugye? Igen, és akkor ugye most már jól láthatjuk, hogy az E2 bástya nincsen veszélybe vezérüti B7 után. Tehát most már lehetséges vezérüti B7. Vezért B7-et lépne a zsóka, és az ellen a világosan játszó játékos is ezt választotta, és hát vezért B7 után a sötét szomorúan vette tudomásul, hogy elkikapott. Ugye? Igen. Igen. Ugye a vezér B7 után szépen lehet látni, hogy a vezér nem tud, sötét vezér nem tud az A4, E8 hátul maradni. Ha nem tud ott maradni, akkor nagy bajban van, mert bástya üti E8 után matot kap, és ugye a vezér B7, vezér üti B7-re, akkor még egyszer ezt a matot nézzük meg, és egy kicsit csodáljuk meg. És bástya E8-szal egy szép alapsori matot adott volna a világos, hogyha tovább játszották volna, de vezér B7-re a sötét belátta, hogy ebbe a bejátszmában veszített és feladta a játszmát. Nagyon szép játszma volt, és nagyon tanulságos. Igen, esetleg annyit még ezzel kapcsolatban, hogy mindig nézzük meg az alapsori matnak a lehetőségét, akár a saját állásunkban figyeljük meg, hogy nehogy hasonlóan matot kapjunk, illetve hogyha látunk arra lehetőséget, hogy az ellenfél meg tudjuk mattolni ebből a szempontból alapsori mattal, akkor keressük ezeket a lehetőségeket. Igen.